Az idősek karácsonyán Tabáni István koncertjét ajándékozta a Makóváros önkormányzata a nyugdíjasoknak a szeretet ünnepe alkalmából. Az előadót közel 10 évvel ezelőtt ismerhette meg a nagy közönség a Csillag születik tehetségkutató műsorból. A Hagymaház színpadára saját szerzeményeivel, illetve legismertebb slágereivel érkezett. Az aula majd aztán a nézőtéri zsúfolásig megtelt az érdeklődőkkel az idősek karácsonyán, akiket teával és forradborral köszöntöttek. A makói klubok mellett magánszemélyek is érkeztek a programra, sőt még a környező településekről is jöttek. Hát ez nagyon jó dolog, hogy ilyen szép műsorokat szerveznek nekünk, mert eddig csak dolgoztunk, most már ráérünk ilyenekre is eljönni. A nyugdíjas klubokkal foglalkozunk, és nagyon jó dolognak tartom. Én vidékről jöttem, Csanádpalotáról, de nagyon szoros kapcsolatom van a makói klubokkal is, nyugdíjas klubokkal is, szoktunk jönni minden rendezvényre. Mi általában mindenhol ott vagyunk, igyekszünk, gyertyagyújtásról kezdve minden, itt és minden ünnepségen. Nagy szükségünk van rám, főleg aki egyedül van, mint túlnyomó részben. Egyedül vagyunk így, meg főleg messze a család, és ebben pótoljuk a családok a támogatását. A nézőtéren a vendégeket kis meglepetés ajándékok várták, akik első ízben Farkasi Erzsébet polgármester köszöntőjét hallgathatták meg, egy meglepetés produkcióval fűszerezve. Bizony se kellett, bár volt hitet, a háztető már hosszan nézhetett, a hold fényében fürdött. A város első embere ünnepi gondolataiban kiemelte, örömmel tölti el, hogy ennyi embernek kívánhat egyszerre boldog karácsonyt és sikerekben gazdag új évet. Szeretet, törődés, gyengétség, figyelem. Ez számomra karácsony fénye és üzenete. Ezt szeretném ajándékozni nektek. Az idei évben Tabáni István énekelt az időseknek. Az előadót közel 10 éve ismerhette meg a közönség a 2009-es Csillag születik tehetségkutató műsorban, melyet meg is nyert. Azóta már 4 albumot adott ki és számos helyen koncertezett. Településünkre egy karácsonyi blokkot állított össze. Legyen ünnep az égben és ünnep a földön, már engem rég nem érdekel, pedig égnek a gyertyák, s könnyen kicsordul. Nem lehetsz itt közel. Legyen ünnep az égben és ünnep a földön, de te messze vagy, nem élek el. Ahogy égnek a fények, én is elégek. Ha nem lehetsz, miért nem lehetsz itt közel? Én mindig készülök, ugye így, amikor így december van, én karácsony jellegű dalokkal, és hát én nagy kedvel, ugye lelkesedéssel jöttem, tehát örültem egyébként, hogy a közönség előszeretettel így hallgatta, és tetszett is a műsorom. Tehát ugye mindig egy előadó, az előadó egy kicsit mindig izgul attól, hogy milyen lesz a fogadtatása, mondjuk, hogy tetszeni fog a műsor. De hát azt vettem észre, hogy nagyon, nagyon tetszett nekik, és hát próbáltam egyébként, tehát, hogy ezt a hangulatot megteremteni tényleg, hogy érezzük át a karácsonyt, tehát nem sokára ugye nem sokat kell aludni, ugye a gyerekek is nagyon várják, de hát úgy gondolom, hogy a felnőttek is, tehát én próbáltam így egy ilyen karácsonyi jellegű hangulatú dalokat így becsomagolni egy szép ajándékba. Az énekest a jövő évről is kérdeztük, mint megtudtuk, már most vannak dalszöveg részletei, melyeket minél előbb szeretne fejezni és zeneformájában megjelentetni. So happy Christmas. We hope you have fun. Let me rock and be one. All that the young. Merry Merry Christmas and a happy New Year.